És András tiktok meg, aki a, az Esztergombi Primási Levéltárnak az igazgatója. Jó, mondom én. Jó, mert leveket szoktam keverni. E, hát ugye a leghitelesebb aranybulla másolat, az első hiteles aranybulla másolat egész pontosan az ugye a Primási Levéltárban e, őrződik a mai nap, és hogy az előadás címe az volt, hogy hogy, uh, hogy, is, hogy őrizze, az, az esztergomi káptalan, az ötödiket őrizze az esztergomi káptalan. Hát azt is azt mondhatnám most, hogy most a 20. században őrizze Hegedűs András, mert ő a káptalan, a, a privási tehát ő őrzi. De mielőtt átadnám a szót Andrásnak, és megköszönöm, megköszönöm hogy fogadtad a meghívást. El szeretném mondani, hogy jövő hónapban milyen előadás lesz már az egy hónapra, de ehhez most kénytelen vagyok venni papírt, mert elég bonyolult a címe, ugyanis november 20-án elkezdődik Katarban a futball világbajnokság. És ehhez kapcsolódóan Dobrinire, Dobrinit hívtam el előadást tartani, ugye Imi, ugye irodalom történész, meg irodalom kritikus, és a következő előadást fogja tartani, azt hogy a futballódák és gyászódák, a foci poétika, vagy a magyar futballköltészet száz éve József Attilától Varó Dánielig, melyből az is kiderül, hogy mit köszönhet a magyar futball vörös Marti Mihálynak. Tehát ez, a, ez az előadás lesz novemberben, aktuálisan kapcsolatban a futball végéhez, de szerintem aki a focit nem szereti, az is fog hallani uh, új dolgokat. Jövő a 20, 20, eh, 20. Eh, hát 20, nem, ez, ez 25-én 25 lesz pénteken, 20-án vasárnap kezdődik a vb. majd azt a vb megjelenik. az nem megelőző, hanem közben, hát meg a selejtezők közben. Ő a selejtezők közben Na. hát uh, térjünk vissza ma estéhez, még egyszer köszönöm Andrásnak, hogy eljöttél hozzánk, és akkor kérem, hogy tartsd meg az előadást. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit, akik eljöttek, hogy meghallgassanak engem. Mikor először beszéltünk arról, hogy én itt előadást tartsak, akkor mondtam, hogy az lenne talán az érdekes, hogy én azokról a anyagokról beszélnék, amelyek a mi őrizetünkben vannak, tehát a Primási Levéltárban és a Főkáptani Levéltárban, Esztergomban. Már csak azért is, mert egyrészt az aranybulla, mint téma önállóan elég szerteágazó, és mindaz, amit én most elmondanék, az talán kevéssé közismert. Hát sajnos Sajnos, ugye az lenne az igazi, hogyha az oklevél az itt lenne, és így fizikai valóságában találkozhatnánk mindazzal, amiről beszélek, de hát azért fogok vetíteni. És most már merem mondani, mondhatni úgy, hogy Visegrád az első hely, ahol ezt nyilvánosan kimerem mondani. Egy faximilével készülünk, amely valamikor még reményeink szerint karácsony előtt megjelenne, és, és nagyon komoly kísérletezés után a pecsétnek is egy nemes másolatát hozzáférhetővé tesszük majd a vásárlók és az érdeklődők számára, amire még eddig senki nem tett kísérletet. Tehát mindaz, amit én most itt elmondok, tulajdonképpen ebben a kiadványban le is lesz írva más minden mellett. Hát néhány szót azért magáról, természetesen az aranybulláról, amely ugye meghatározó a magyar közgondolkodásban. Pont a mai hír, hogy az országgyűlésben javaslatot tettek arra, hogy április 24-e legyen az aranybulla emléknapja. Ezzel csak az az egy probléma van, hogy az, hogy április 24-én adták volna ki az aranybullát, mint ahogyan ezt ez év április 24-én minden internetes portál közzétette, ez már önmagában nem felel meg a valóságnak, ugyanis az aranybulla napi dátum szerint nincsen datálva. Annyit tudunk, és inkább felolvasom, hogy hogyan van ez datálva. Ú, így szól. Ö... Kelt Klétusznak udvarunk, kancellárjának, az egri egyház prépostjának kezeiből, az ige megtestesülésének 1222. uralkodásunk 17. évében, amikor a tiszteletreméltó János, az esztergomi érsek, a tiszteletlendő ugrin, stb. kalocsai érsek volt. Tehát olyan önnek a főpapoknak a, a főpapok felsorolása. Vagyis csak annyi derül ki, hogy 1222-ben és második András uralkodásának a 17. évében. A kérdés az, hogy mi a 17. év. A 17. év az többféleképpen kiszámolható, és maga András is többféleképpen datálta az okleveleit. Ok András 1222. május végén koronázzák meg, de a kis harmadik László, az unoka öcse, aki, aki, őt előzte meg a trónon, ő május elején hal meg. És van olyan oklevél datálás, ahol rögtön a gyermek király halálától datálja saját trónra lépték. Tehát tulajdonképpen akárhogy is nézzük, a 18. év az valamikor június kezdődik, május végétől, tehát úgy kell tekintenünk, hogy 1222. május sától valamikor visszafelé, mert ez még a 17. év. Ö, és igazából ez a napi dátum, ez egy, egyfajta ö, okoskodásnak az eredménye. Zsoldos Attila, aki az elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkozott az aranybullával, és számos könyve is jelent meg, mondhatni a jelenleg talán a legelismertebb aranybulla szakértő. És annyit mer mondani, hogy maximum 1222. áprilisában, annak az első felében inkább, ugyanis András idejében szokás volt az Óbudai királyi palotában, most így fogalmazok, modern szóval egyfajta kormánygyűlést tartani, ahol a, az ország bárói, azok a tisztségviselők, nádor, Országbíró, stb. összegyűltek az ország a megbeszélésére, és ez mindig az adott év átventje, vagy adott év nagybőjtjében volt. És ö, ez azt jelenti, hogy ennek április 24 előtt kellett, valahol megtörténnie. És itt rögtön egy olyan érdekesség domborodik ki, hogy az aranybulla kiadására korántsem sem biztos, hogy egy olyan nemesi tömeglázadás vezetett, mint ahogyan azt tanultuk, hanem inkább egy belső palota forradalom, amely állt egyrészt az Imre pártból, vagyis András bátyának a, az egykori tisztségviselőiből, akik fölkarolják a kis negyedik bélát, és aztán ugye próbálják apjával szembefordítani, mindazokból, akik ugye elvesztették a tisztségüket, és ők kényszerítik rá Andrást arra, hogy kiadja ezt az oklevelet, ugyanis egy pápai oklevélből, ami később kelt, próbáljuk kikövetkeztetni azt, amit nagy valószínűséggel inkább 1222. augusztusában, augusztus 20-án vagy 20-a körül a Szent István napi törvénynapon ö, ö, történhetett, vagyis valóban összegyűlvén az ország nemessége is előad, előadta a maga panaszait. Ebből pedig az is következik, hogy, hogy amikor Fehérvár azt mondja, hogy hát ezt... Itt adták ki, ez, ez így nem, egyrészt nem bizonyítható, talán az állhat a valósághoz közel, hogy euh, Fehérváron, ahogyan ők fogalmaznak, kihirdették az aranybullát. Na de királyi dekrétumokat jó párat adtak ki, maga András, és önmagában az, hogy kiad egy dekrétumot, azt nem teszik így közhírré, ha csak, ha csak, és ez az egy megoldás, amin gondolkodtunk ami a nagyon erős székesfehérvári hagyományt esetlegesen a realitással összekapcsolja, hogy valóban 1222. áprilisában inkább én csak ennyit mernék mondani, kiadja az aranybullát, második András, és amikor összegyűlt jó évvel később a nemesség Fehérvárot, akkor ott ezt bemutatják, hogy kérem szépen, amit ti az már tulajdonképpen egy oklevélben össze van foglalva. Ez csak egy megoldási javaslat, tekintettel arra, hogy mindaz, ami itt előttünk van, az rendkívül hézagos és datálatlan, vagyis pontos datá dátum nélküli oklevelekből próbáljuk leszűrni ezeket. Tehát Nagyjából az oklevél kiadásának körülményei is változnak az új kutatások fényében, és azt is el kell, hogy mondjuk, hogy tulajdonképpen megfeledkezünk arról, hogy 1231-ben II. András egy újabb oklevelet ad ki, amely fölülírja az elsőt, az 1222-es aranybullát. Hasonló a szövege az 1231-esnek, most csak a leglényegesebb különbséget emelem ki, a híres és annyiszor emlegetett, de soha nem alkalmazott ellenállási záradék helyébe az esztergomi érsek kiátkozási joga lép. Ezáltal az esztergomi érsek a királyi hatalmat ellenőrző jogkör birtokába jutott. Viszont az érsek E, alkalmazta ezt a jogkörét egy évvel később, hogy azt megkapta. 1232-ben, e, minthogy András az oklevélben foglaltakat nem tartotta be, e, a Nádort, e, a pénzverőkamara ispánt e, személy szerint is kiközösítette, a királyt megintette, és e, és az egész országot interdiktum alá helyezte, vagyis ez azt jelentette, hogy a szentségeket, a templomok kapui bezárnak, a szentségeket nem lehet kiszolgáltatni, megszentelt földben nem lehet temetni. Tehát a középkori ember számára azért ez egy elég nagy büntetés volt. És akkor, akkor, negyedik Béla, közvetítőként, akkor még herceg, tehát béla herceg közvetítőként lép föl ö, apja és az érsek között. És akkor az érsek hajlandó arra, hogy 1232. augusztus 20-ig fölfüggesse ezt a, ö, az átkot és a kiközösítést. Az uralkodó pedig kihasználja ö, ezt a lehetőséget, és Rómába követeket küld, értesítve a pápát arról, hogy hát az Esztergom érsek itt mit csinált, mire a szentszék lép, hogy kivizsgálja az esetet. És akkor egy jakab bíboros érkezik Magyarországra legátusként, akinek az a feladata, hogy az esetet kivizsgálja, és ő teljesen a jogot betartva rögtön az esztergomi érsekhez megy, és számon kéri rajta, hogy milyen felhatalmazás alapján cselekedtél. És akkor az esztergom érsek bemutatja ezt az oklevelet, ami az aranybullához hasonlóan szintén nem maradt fenn, viszont Jakab lemásoltatja az oklevelet egy évvel a keletkezése után, és ezt a másatot magával viszi Rómába, és innét tudjuk, hogy volt egy második aranybulla. Mint hogy az esztergomi érsek intézkedésének jogszerűségét igazolta, akkor jött a másik fél, hogy őt kérjük számon, Andrást, hogy na és te tulajdonképpen mit csináltál? Hát András már nem volt olyan, hogy face to face találkozzon a legátussal, mindenféle követek útján próbált kommunikálni, húzta, halasztotta a találkozás idejét, és hát a legátusnak egy idő után elszakadt a cérnája, és augusztusba utána ment a királynak, aki egyre inkább haladt keletre a Halicsi hadjárat felé, és a Beregi erdő szélén érte utol, és ott a táborba kikényszerített tőle egy oklevelet, vagy rávette egy újabb oklevél kiadására, amelyben András megígéri, hogy az egyház kiváltságait, szabadalmait, stb. most már biztosan nem fogja bántani, és, és, ezeket tiszteletben tartja, és hogyha visszatér a hadjáratból, akkor Esztergomban esküt tesz ünnepélyesen erre a fogadalmára, és erről aranypecsétes oklevelet ad ki. És ez a beregi egyezmény, amely viszont eredetiben megvan, mi nálunk, amelyen egy ugyanolyan aranypecsét függ, tehát második Andrásnak egy eredeti aranypecsétje, mint amely függött az 1222. évi oklevélen. Mindez szükséges volt ahhoz, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen hogyan is őrizzük mi ezt az aranypecsétet, amelyről majd beszélni fogok. És miután ez így megtörtént, tulajdonképpen az arany bulla, mint hogy nem alkalmazták, feledésbe ment, és csak nagy Lajos 1351. évi törvényeinél veszik ismét elő újra. És akkor élesztik föl, és majd elmondom, hogy szerintem miért pont ezt a változatot, miért az 1222-est, holott az 1231-es fölül írt az 1222-es. Tehát ugye a jog szerint addig él egy törvény, amíg azt ö, fölül nem írja egy másik, már pedig a 31-es, a 22-est fölül írta. Csak hogy elveszett az oklevél. és igazából innéttől fogva, 1351-től indul el arra a hódító útjára az aranybulla, amely a közgondolkozásban él. Tehát ősi jogforrásról van szó, amely nem 1222-től ér, hanem 1351-ben föléleszti Nagy Lajos, mint a nemesi jogok alapját, erre rárakja mindazt, ami ugye tudunk róla, és, és, és innétől fogva ez egy hivatkozási alap, bekerül Verbőcinek a hármas könyvébe, és aztán egészen a 1847-48. évi országgyűlésig a nemesi előjogok eltörléséig tulajdonképpen életben marad, még akkor is, hogy az országgyűlés 1687-es országgyűlésen, ha jól emlékszem, hálából, hogy első lipót fölszabadította, vagy fölszabadította Magyarországot, lemond önként az ellenállási záradékról. De itt nem is az ellenállási záradék tulajdonképpen az, ami, ami fontos, hanem mindazok a, a hivatkozások, amelyeket ugye annyiszor szoktunk mondani, hogy hogy szintúgy a szerviensek birtokai után semmiféle adót és szabadok dénárját sem szedetünk házaikban, falvaikban, hivatlanul nem szállunk, meg az egyház után sem szedettünk semmiféle adót, vagyis ugye a nemesi adófizetés fizetés alóli felmentés, aztán az ellentételezése, ha pedig a király az országon kívülre hadsereget szándékozik vinni, akkor a szerviensek vele menni, csak az ő költségén tartozzanak, és visszatérte után sem szed be tőlük hadbírságot, ha pedig ellenséges hadsereg jönni az országba, akkor minnyáján egyetemlegesen menni tartoznak, szintúgy, ha az országon kívülre addal mennénk, mindazok velünk jönni tartoznak, akik megyével vagy a mi pénzünkkel rendelkeznek. Tehát mindazok az előjogok, amelyek a nemességet jellemezték, itt már azért alapvetően megtalálhatóak, és így válik hivatkozási alappá még az újkorban is, még egyszer mondom, az ellenállási záradék eltörlése ellenére. Egy jelentős oklevéről van szó, amely, amelyet maga a kibocsájtója, a második András is, azzal a szándékkal ad ki, hogy ez megmaradjon. És maga az oklevél szövege tartalmazza, idézem, hogy pedig ez a mi engedményünk egyrészt, másrészt rendelkezésünk, és a mi utódaink idején mindörökre érvényes tegyen, ezért azt hét példányban megírattuk, és aranypecsétünkkel megerősítettük akként, hogy az egyik példányt a pápa úr kapja, aki írassa is be a regisztrumába, a második példányt a vendégház, vagy más fordításban ispotály, harmadikat a templom, a negyediket a király, az ötödiket az Esztergomi káptalan, a hatodikat a Kalocsai káptalan, a hetediket a mindenkori nádor őrizze, azért, hogy ezt az írást mindig a szem előtt tartva sem maga el ne térjen valamiben az elmondottaktól, sem a királlyal vagy a nemesekkel, akár másokkal egyet ne értsen az azoktól való eltérésben, ezért egyrészt, stb. és folytatódik az oklevél. Tehát lényeg az az, hogy, hogy van egy oklevél, amit hét példányban adnak ki, legalábbis az oklevél szövege szerint. Azzal a felvetéssel, ami pont ez év áprilisában hangzott el, hogy és mi van akkor, ha nem is volt hét példány, ami jó, teoretice föl lehet vetni, mert mint hogy nem maradt meg egy se, lehet mondani, hogy az volt a szándék, hogy kiadunk hetet, de nem adtak ki hetet, hát nem tudom, én ezzel most nem foglalkoznék, hogy... Ez most mennyire reális ez a felvetés, de van egy ilyen felvetés, csak, csak megemlítem. Ö, tehát abból indulok ki, hogy van hét példányunk, amit az oklevél felsorol, és feltételezem, hogy mind a hetet meg is írták, ki is adták, tehát volt hét darab aranypecsétes oklevél, amelyek egy időbe keretkeztek. Ö, az világos, hogy, hogy a pápának küldenek egyet. Ö, mindenki a Vatikánban kereste, meg keresné most is, de már tulajdonképpen több mint két évszázad történeti kutatása, amennyire lehet szerintem becsülettel át, átkutatta a, a, idézőjesen a polcokat, a vatikáni levéltárat, és nem lelték föl, nem sok esély van arra, hogy ráakadjanak. Erre az a magyarázat, vagy legalábbis azt feltételezzük, hogy minthogy az oklevélben foglaltakkal maga a pápa nem ért egyet, vagyis azokkal az intézkedésekkel, amely ő szerinte a királyi hatalmat csorbítják, vagyis a királyi méltóságot csorbítják, ezért ezt a regisztrumában nem vezette be, és ebből kifolyólag nem is marad fenn. Aztán vita folyik arról, hogy a vendégház, vagy más néven ispotály, és a templom alatt mit értsünk. Az világos, hogy, a, hogy ezek alatt a, a templomos lovagrendet és a, és a johannitákat kell érteni. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy melyik házukat. És két feltételezés van, vagy elküldik külföldre, tehát az országon kívülre. Én részben hajlanék erre a megoldásra, azt is megmondom miért, mert az oklevelek felsorolása az nem véletlenszerű szokott lenni. Tehát amikor itt az elején elkezdtem a, a hogy első áll az esztergomi érsek, aztán a kalocsai érsek, aztán stb. megyünk tovább, ez, 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 a rangsor. És ugyanígy azt gondolom, hogy itt egy rangsorról van szó. És ebben a rangsorban az uralkodó, aki kiadja az oklevelet, csak a negyedik. És én azt gondolom, még egyszer ez a személyes véleményem, tehát ezt nem kell elfogadni, nem kell vele egyetérteni, Ö, hogy az uralkodó akkor tesz maga elé valakit, ha magánál magasabbnak tartja, vagy előrébb valónak tartja, nem egy puszta udvariasságról van szó, hogy az ajtónál előrébb engedek valakit. A pápa -e érthető, és én akkor tudom ezt magyarázni, hogy ez a templomos lovagrend nagymesterét és a johanniták nagymesterét és azoknak a központi házait jelenti, amely a templomosok esetében akkon volt, és a johanniták esetében talán rodosz. Ezen nézettel szemben, akik vannak, azt mondják, hogy na de kérem szépen, most így fogalmazok, hadi övezetbe küldeni oklevelet megerősítésre, nem túl botor dolog-e? Hát ez egy felvetés persze, és sok igazság is van benne, Ö, ugyanakkor ez az oklevél már azután keletkezett, hogy András ott volt, és ekkoriban például Rodosz elég biztonságos helynek tűnt. Ö, és akkor az már egy tűzveszélyesebb hely volt, az tény és való, Ö, de nem lehet kizárni, hogy esetleg ez volt a szándék. Ö, nem tudunk dülőre jutni. A negyediket a király, az ötödiket az Esztergom káptalan, a hatodikat a Kalocsi káptalan, ezek viszonylag egyértelműek. Jaj, bocsánat, még a harmadik elmélet, és ez, ez, megint Esztergon felé billenti, hogy van, aki azt mondja, hogy még az is lehetséges, hogy mint hogy a johannitáknak és a templomosoknak volt Esztergomba házuk, hogy ott lett volna. A királyi őrzés pedig fehérvárat lett volna. Feltételezések bizonytalan talajon járunk, semmi sem biztos. Ö, és, és a hetediket a mindenkori nádor őriz, ez megint meghatározhatatlan, mert azért mégiscsak ott vagyunk, hogy a királyi székhely még ekkor esztergom, igaz, második andrásokat tartózkodik Budán, majd negyedik béra lesz az, aki a királyi székhelyet egyértelműen áthelyezi Budára. És ebből két teljesen egyértelmű pont van, az esztergomi káptalan és a kalocsai káptalan. Tehát mi megnyugtatóan mondhatjuk, hogy nekünk biztosan volt. És én tulajdonképpen idét folytatnám, mert hogy, hogy ez, ez, a, ez, egy, ez egy biztos pont. És... Az a felsorolt oklevelek vagy a felsorolt példányokról még az őrzési helyükről sem, kivéve kalocsa, és ezen a, nincsen információnk, hogy hol lehet. Mit értünk pontosan alatta. E, és a megsemmisítésükről sincsen. És a, én az esztergomi esetében egy felvetéssel jövök. E, ez 1304- a... Az ház kihalása utáni trónharcok időszaka, amikor Vencel cseh király benyújtja igényét a trónra, és a fiának, a kis Vencelnek a megkoronázását próbálja elérni, és ugye sikerül is neki. Őrzünk a levéltárban egy oklevelet 1304-ből, ami arról szól, hogy Vencel hogyan foglalja el Esztergomot, és hogy itt milyen szörnyűségek történtek, és ez egy rendkívül szemléletes, mondhatni, krónikába illő leírás, amelyet én most felolvasnék. Vencel cseh király akkor átkelvén a Dunán, mint hogy a tiszteletre méltó és jó emlékezetű Mihály érsek úr elmenekült a várból és az Esztergomi székesegyházból, Betörvén a várkapuit és a Szent Adalbert székesegyház ajtaját a kincstárba, sőt magába a székesegyház sekrestjéjébe ment latrok nagy sokaságával. Majd a kincstárban őrzött kincseket, a szertartáshoz szükséges edényeket, miseruhákat, kegytárgyakat, kiváltságleveleket, mind az ország nemességének, mind pedig magának az egyháznak az okleveleit elszállítatta, és a sok kiváltságlevél közül azokat, amelyeken arany és sejemzsinor, azaz függő pecsétek voltak, szentségtelen kezekkel, nagy számú kísérete közt, kegyetlen szívvel széttépte, ugyanígy igen sok más oklevelet is, és az egyház kiváltságleveleit is, amelyeket boldog emlékezetű István király után a hatalomban egymást követő különböző királyok alatt adtak ki. Hát ez egy elég komoly pusztítás, ö, és a, az oklevél szövegéből, ö, anélkül, hogy nagyon mélyás értelmezésekbe mennénk, azért sok minden kiderül. Egyrészt ugye az oklevél őrzési helye, ami tulajdonképpen nem újdonság, az magas sekrestje, amely ugye egyszerre szolgál az egyházi felszerelések őrzésére, vagyis kincstár, mert ugye a ruházat is önmagába értékes, meg az arany, ezüst felszerelési tárgyak, ugye könyvek is vannak, ott mise könyvek, stb. Ezeket elviszi, tehát a kincstár egy nagyon súlyos vesztességet szenved. Ez egyébként magyarázza azt, hogy jelenleg az Esztergami kincstár 11.-12. századi kincsekbe, amelyek ott ugye kezdetektől fogva meg kellett volna, hogy maradjanak, mint hogy a későbbiek megmaradnak, nincsenek meg. Azokat, ami most van, ilyen korszakból, azok későbbiek. A limózsi kereszteket Simor hozta, stb. Aztán azt mondja, hogy az ország nemességének, mint pedig magának az egyháznak az okleveleit elszállítatta. Ez egy nagyon fontos megkülönböztetés hogy az ország nemességének és az egyháznak. Miről van szó? Arról van szó, hogy a káptanani levéltár most is két nagy részből áll. Ez az, ez az úgynevezett magánlevéltár, amelyben a káptalan a saját maga ügyeire vonatkozók leveleket őrzi, hogy ő milyen birtokokat kapott, meg milyen pereket folytatott, stb. A másik az az úgynevezett hiteles helyi levéltár, amely valóban mondhatjuk az ország nemességének a levéltára, az erzszer, ami főkáptalan országos, országos, illetőségű hiteles hely volt, tehát az ország egész területén jöttek az ügyeiket intézni ide, és ettől is válik jelentőssé, vagyis ebben kell azt gondolom értenünk, hogy azok az oklevelek, amelyek az ország kiváltság levele is voltak, lehettek köztük az aranybulla, és tudjuk, hogy kapott egy példányt, itt lehetett, és a másik az, hogy, hogy külön kiemeli az oklevél, hogy sok kiváltságlevél közül azokat, amelyeken arany és sejem zsinór, azaz függő pecsétek voltak. Ez nem más, mint a kiváltság leveleknek a külső leírása a kiváltság levelek megpecsételése ennek a, a szokása, hogy sejem zsinóról függő pecsétet, viasz vagy aranypecsétet ad ki az uralkodó, aranyat nagyon ritkán, viasz gyakrabban, minden esetre nem egy egyszerű összehajtott gyűrűs pecsétes rendelet, vagy perbeidézés, vagy stb. kiváltságlevél. Kérdés az az, hogy, ja, és ha esetleg kattintaná, hogy ez hol is történt pontosan, tekintettel arra, hogy a Szent Adalbert Székes Egyháznak az alaprajzát azért ismerjük, ö, és ebből nagyon nagy valószínűséggel, sőt bizonyossággal mondhatjuk, hogy itt volt a sekrestje. Ezt összevetve a bajzélika mai ö, ö, alaprajzával azt látjuk, hogy ugye itt van ugye a déli torony, és itt, itt, itt szoktunk bemenni hétköznaponként a templomba, gyakorlatilag itt a lépcső mellett, illetve az attól, most így fogalmazok, jobbra lévő rész volt a sekrestje, ahol ez a dominózus eset lejátszódott, illetve ahol az okleveleket őrizték. És, és a, a, mi, miért, miért cselekszik így András? vagy bocsánat, Vencel. Mert, mint mondotta, hogy az a célja, hogy a fiát megkoronáztassa. Igaz, már egy évvel korábban ez megtörténik, Fehérvárott, a Szent Koronával, csak a kalocsai érsek által. És ugye pont itt Visegrádon talán nem is szükséges elmondanom, hogy ekkor már megvan az a hármas rendszer, hogy a harmadik kötelező elem az az Esztergomi érsek. És így lel értelmet az oklevélnek az a szövege, hogy a tiszteletre méltó Mihály Érsek elment a városból. Mondhatni, hogy nem volt bátor és nem, nem állt ki, szerintem inkább realista volt, vagy realpolitikus, e, valószínűleg azért menekül el, hogy elkerülje annak a lehetőségét, hogy a koronázásra kényszerítsék, ő ugyanis Károly Robertnek a pártján van. E, és... És tudjuk Károly Róbertről is, hogy háromszor koronázzák, és a harmadik volt ugye az, amely már érvényes volt. Tehát az, hogy már valakit egyszer megkoronáztak, és a háromból ö, ö, egy nem ö, teljesült, akkor az igenis ebben a korszakban elképzelhető, hogy kell neki az esztergom érsek, mert meg nála van a szent korona, elmegyünk Fehérvárra, tetszik, nem tetszik, visszük az érseket, és aztán majd megkoronázza. Az érsek elmenekül, de azok levelek maradnak. És jó a logika, mert azt gondolhatja, hogy hát kérem szépen, itt van egy hármas feltétel rendszer, ami ez a magyarok így ragaszkodnak, és ebből nem engednek addig nem király a király, amíg ez a három nem teljesül, akkor ez biztos, hogy valahol le van írva. Mibe van leírva? Hát kiváltságlevélbe van leírva. Hogy néz ki a kiváltságlevél? Függőpecsét. Hát akkor pusztuljam. És minden olyan oklevél, amit itt megtalál a sekrestjébe, és aranypecsét van rajta, és függőpecsét, az elpusztul. És hogy talán nem állok távol a valóságtól, egy adat, jelenleg, a, és ez a szám nem fog bővülni, az biztos, 690 középkori oklevelet őrzünk a káptalan hiteles helyi levéltárában, amiből csak 10, azaz, 10 darab 1304 előtti. Hogyha az utána következő időszakból több száz maradt meg, akkor én azt gondolom, hogy egy viszmajor helyzet kellett, hogy előidézze ezt a drámai pusztulást, hogy, hogy miért hiányzik enne. Mert nagyon sok magyarázat van egy oklevél, hogy tűnik el, kezdjük a levéltárosan, aki bűnös emberként hibázik, tehát magamon kezdem, de, de, de azért ennyit mégse. É, tehát, tehát Tulajdonképpen van egy magyarázatunk arra, hogy ez miért sem isül meg. És ott van az aranypecsét. És miért nem sem isül meg a egyezmény, amiről majd még lesz, és már említettem is, hát azért, mert csak ide megy be, és nem gondolják bele, nak bele abba, hogy hát kérem szépen, itt van még egy másik levéltár is, ami az érseké, és az érsekségnek az iratait őrzi, ez az, ami most a Prímás levéltár nevet viseli, és itt fönn egy kicsikét éjszakabbra, valahol itt. Hát ugye igazából már 1304-ben már tulajdonképpen két krímási, vagy két érseki palotáról beszélhetünk, a régiről, amely valahol itt az északi torony fölött volt, illetve délre le az akkor már átadott királyi palota, ami aztán érseki palotává válik. És ez a bizonyíték, hogy nem lehet rá, hogy a beregi egyezményen ott függ az eredeti aranypecsét. Sőt, nem csak a beregi egyezménynek az aranypecsétes változata van meg nálunk, hanem az a viaszpecsétes változat is, amiről beszéltem, hogy először a beregi erdőszélén kiad egy normál oklevelet, az viaszpecséttel van megpecsételve, és megígéri, majd ha visszajövök, akkor Esztergomba egy ünnepélyeset, és leg is esküszöm rá, és az is megvan. Megvan mind a kettő. Tehát, hogyha, hogyha ezeket együtt őrizték volna, akkor ezeknek mind pusztulniuk kellett volna. Ezt a magyarázatot találom én arra, hogy az hogy a, hogy a Esztergomnak adott aranybulla példány megsemmisült. Van, aki az az ellenvetése, hogy hát kérem szépen, nincs tételesen felsorol. Hát igaz, az igaz. De talán ezt a fajta 20.-21. századi precíz tételes listát veszünk föl a károkról, szemléletet nem kell az oklevélen számon kérni. Már csak azért is, mert említettem, hogy az aranybulla így nem megy át a köztudatba, tehát olyan fajta őrzés, mint ahogy most, ha valakinek meg lenne és iszonyatos biztonsági körülmények között őrizni, ezt nem feltételezhetjük róla. És pontosan ez a magyarázata arnak, mint hogy akkor Esztergomnak van egy második aranybullája, hogy akkor az is megsemmisül itt, amit, mint mondtam, a Vatikáni Levéltár példányából ismerünk. Ha esetleg. Igen. És így jutunk el ehhez az oklevélhez, amelynek a szövegéből már idéztem. Ez az aranybullának a legkorábbi hiteles szövegmásolata, amely 1318-ban Keletkezik. Nagyon érdekes a másolat, mert nem egy olyan másolatról van szó, amely elmondja, hogy ki és miért másolja le ezt az oklevelet, hanem gyakorlatilag ez az Aranybulla szövege, ahogyan az elkezdődik, hogy a Szent Háromság nevében, és akkor. Mi András Isten kegyelmével Magyarország, stb. király és folytatódik, és ott ér véget, ahol már olvastam. És igazából a pecsétani kutatás határozta meg azt, hogy kattintsál esetleg egyet. Nem, akkor inkább menjünk vissza. Bocsánat, igen, ez másik Jó, tehát a pecséttani köszönöm szépen, pecsétani kutatás határozta meg, hogy mik ezek a pecsétek és itt a nyitrai püspöknek a pecsétjét látjuk, a kalocsai érseknek a pecsétjét látjuk, ez pedig a csanádi püspöknek a pecsétje. tekintettel arra, hogy ebben a korszakban az oklevél középső része volt a legelőkelőbb, középütt látjuk a kalocsai érsekét is, logikusan gondoljuk, hogy ott az esztergomi érsekének kellett lenni, hiszen nyitra az esztergomi érseki tartományhoz tartozott csanát pedig a, a kalocsai érseki tartományhoz, tehát a két érsek és az érseki tartomány egy-egy püspöke az, aki ezt megpecsételi. És amikor ők ö, mindannyian együtt ö, ö, egyszerre töltötték be a főpapi széküket, azaz 1317-1320 közötti időszakot, öleli föl, és Knauz Nándor Esztergomi kanonok volt az, aki pontosította egy mindmáig, mindmáig meg nem cáfolt és elfogadottnak tartott elméletet állítva föl, hogy hogyan keletkezhetett ez az oklevél. Tudjuk azt, hogy 1318-ban Kalocsán, majd aztán apostagra mennek át, a, a magyar püspökök egy, egy konferenciát tartottak, mai szóval élve, egy megbeszélést, mert hogy mert hogy az, if, az új uralkodó, vagy hát már annyira nem új uralkodó, de Károly Róbertnek a környezete nem is annyira az uralkodó ellen, mint a környezete ellen irányult, akik az egyház szabadságait nem tartják tiszteletben, és ezért egy országgyűlés összehívását kérik Károly Róbertől, aki erre aztán ígéretet is tesz, két püspök megy el az uralkodóhoz, aki emlékeim szerint Temesváról válaszol is a püspököknek, és hogy Knausz feltételezése szerint azért készült volna ez az oklevél, és akkor ez már a kalocsai példányról készülhetett, és ez is logikusan jön össze, hogy kalocsán van a, 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 a püspökkari gyűlés, azért készül, hogy az uralkodónak bemutassák az országnak az egyik fontos törvényét, hogy mi az, amihez tartsa magát, ez Knauznak az elmélete. A lényeg az az, hogy azután, hogy az esztergomi példány megsemmisült, feltételezhetően az akkor még meglévő kalocsai példányról készül egy másolat, ami aztán az esztergomi érsek tulajdonába kerül, ahol, és innétől fogva már nem a káptalan, hanem a primási levéltárba, mindmáig megvan, és ez az oklevél szövegének a mindmáig ismert legkorábbi változata, másolata, amelynek a hitelességéről négy püspök pecsétje vagy négy főpap pecsétje ö, 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 szól, vagy, vagy tanúskodik. 1764-ben, amikor ezt az oklevelet leírták, még itt nálunk, akkor még, még ez a pecsét rajta volt, hát sajnos a, aki akkor leírta, az nem, nem merült el a pecsét a rejtelmeibe, csak annyit írt, hogy négy pecsét függ rajta, de egyébként az oklevél szövegét pontosan leírta, és teljesen szóról szóra egyezik, tehát Erről készült a másolat. Így őrizzük tehát mi, az aranybulla szövegének a legkorábbi másolatát. Léphetünk tovább. És itt van az előbb már említett beregi egyezmény, amelynek a keletkezéséről már szóltam, és láthatjuk, hogy itt függ rajta Andrásnak a pecsétje. Ö, hát, én látom talán már túl sokat is láttam az oklevél. Itt van a végén a hitelesítés, amiről az oklevél a nevét kapta, hogy én Szilvák V nominátor és talán 91 egy bereg. Tehát hogy abban az erdőben, amelyet beregnek mondanak kelt az oklevél. Ö, igen, mehetünk tovább. És hát így, így jutunk el tulajdonképpen ahhoz, hogy az oklevél a nevét a pecsétjéről kapta. Ö, tulajdonképpen a magyar történelemben, ha néz, de nem csak a magyar történelem, máskor is adtak ki aranypecsétes okleveleket, aranybullákat. Az 1222. évi oklevél len viszont rajta maradt ez, és így tulajdonképpen tulajdon nevévé vált az oklevélnek, ennek a dekrétumnak, és tulajdonképpen, hogyha így írom le, akkor nagy A-val írom le, és akkor ez jelenti az 1222. évi oklevelet. Ha kisbetűvel írom le, akkor bármely uralkodó vagy pápának az arany bulláját jelenteti. Mert tulajdonképpen mi is a bulla? Egy latin szó, amely jelent medál, tehát a római gyermekek nyakába volt ilyen kis fém hát tulajdonképpen billogszerűség, és érme, amit így összepréseltek, amit nem tudom hogy hány éves koráig hordott a gyermek, jelent hójagot, golyót, stb. És tulajdonképpen innét jön a, a, a mi terminológiánkba is, hogy itt láthatjuk mindegyik, mind a két bulla, az nálunk van, a gézának, második géza, királynak az ólombullája, illetve harmadik ince pápának az ólombullája, és e, arról van szó, és ezért bulla a szónak a neve, mert veszik a képlékeny fém golyót, a pecsét zsinort átfűzik azok levélen és belehúzzák ebbe a képlékeny fém golyóba, és akkor összepréselik egy bullanyomóval. Tehát egy ilyen Ollószerű eszközt kell elképzelnünk, amelynek a két pofájában negatívan ott van a pecsét vésete, és innétől fogva a pecsét zsinóron keresztül az oklevél elválaszthatatlan részévé válik a, a, a pecsét is. És itt látjuk is, például, hogy itt túlfolyt az ólom. Tehát van, amikor itt például a pápai bullánál van, hogy szépen lereszelgetik, ami nem kell, azt leszedik róla. Itt, itt rajta hagyták, ahogy esik úgy, puff van kész, meg van pecsételve. Tehát innét jön a szónak az eredete, egy, egy fém golyóról, amely lehet Olomból és Európa vagy Nyugat-Európában nem jellemző az ezüst bulla, amennyire tudom inkább bizánciak használták az ólom a pápai megpecsételésnek a kedvelt eszköze volt, és ugye innéttől fogva még egy iratnevet is kap, hogy a minden ólom pecséttel megerősített pápai okirat az a, az a, bulla, ami ugye tulajdonképpen egy iratfajtát is jelent, és akkor mehetünk tovább. és hát itt látjuk Andrásnak az aranypecsétjét, amit mi őrzünk, amelyről a nevét kapta az 1222. évi oklevél. És az az érdekes, hogy ez nem ilyen eljárással készült, mint amit elmondtam, de mint hogy fémből van, aranyból, ezért erre is alkalmazták a bulla kifejezést. Andrásnak a bátyja Imre az, aki szakít az elmondott bulla készítési módszerrel, Harmadik bérának még ugy, ugyanilyen eljárással készült aranybullája van, ami egy nagyon kis, sematikus, egy nagyon egyszerű kis, kis kép. Ez egy művészi kivitelezés. Azért azt gondolom, hogy ezt különösebben nem kell ecsetelni, ez egy, ez egy nagyon komoly munka. Az oklevél a, 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 pecsé, a pecséten az uralkodót úgynevezett majestászábrázolásban látjuk, tehát a felségjelvényeken, trónon ülve. Uh, amely meg is mondja, hogy, hogy, kinek a, a uh, hogy kit látunk, András Isten kegyelméből, uh, Magyarország, Dalmácia, Orvátország, Ráma, Szerbia, Galícia és Lodoméria királya. Uh, és a másik oldalon pedig a pajzsot, uh, ami itt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 -szer vágott. Ugye ekkor még a vágóvonalak száma nem fixálódik, Itt uh, ugrál András uralkodás alatt 7 és 9. Esztergom város pecsétje esetébe, vagy címer esetében, ugye ez még 9-szer vágott. Lényeg az az, hogy itt pedig megnevezi, hogy második II. András, harmadik Béla király fiának pecsétje. Tehát teljesen egyértelművé teszi, hogy ez a pecsét kihez tartozik, nincs kétségünk afelől, hogy hogy kinek a pecsétjével, vagy adott esetben oklevelével e, állunk szembe. Mm. Nem akarok nagyon pecsét, vagy címertani fejtegetésekbe menni, mert igazából e, itt is sok mindenre ki lehetne térni, és azt hiszem, hogy hideg érelemmel nem készült a könyvtár úgyhogy kitartunk. Lényeg az az, hogy András, azt a vágásos oroszlános címert igazából Imre alatt jelenik meg, és, és András használja még, és utána eltűnik. Az oroszlánok eltűnnek. Hogy miért és honnét jön, ötletek vannak, és egyértelmű, ilyen nagyon megcáfolhatatlan ö, magyarázat nincsen rá. Újabban azt is fölvetik, és van benne logika, hogy, hogy, mi van, hogyha nem Imre hozza be, mert hogy Imre és András annyira nem voltak egymással jóba, hogy nehéz elképzelni, hogy András, aki konkrétan le akarta taszítani a trónjáról a saját bátyját, a bátyának a hatalmi szimbólumát veszi át, és hogy esetleg harmadik Bélánál megjelent volna az oroszlán. Tény és valahogy az Esztergomi Palota kápolnában, ami ugye harmadik Béla alatt épül, van oroszlán ábrázolás, de önmagában, hogy egy kápolna, egy királyi kápolnában oroszlánt látunk, ez még nem biztos, hogy ilyen messze menő következtetésekre vinne, csak elmondtam, hogy ez is lehetőség. A lényeg az az, hogy nem tudjuk. Az viszont tény, hogy András viaszpecsétjein is használta ezt az oroszlános ábrázolást, és ott mindig a heraldikai jobbra futnak az oroszlánok, és ezt az ábrázolást, amit itt látunk, hogy két-két oroszlán, középütt egy-egy norman pajzsal fut vagy ugrik egymás felé, az csak és kizárólag itt. Semmilyen más pecsétjén, vagy általunk ismert heraldikus ábrázoláson nem használja ezt második András csak itt. Tehát hogyha tulajdonképpen egy szimbólumot kellene választanom, amivel azt mondom, hogy kérem szépen ez az aranybulla, akkor biztos, hogy ezt a címert választanám, ezt a pajzsot választanám, mert ez csak itt van. Ez teljesen egyedülálló, ezek a norman pajzsok nagyon érdekesek, nem tudom, hogy tulajdonképpen itt, itt valamiféle művészi megoldás, nem tudom, de az biztos, és ezt már most előre bocsátom, hogyha majd jön az aranybulla film, hogy szívecskék lesznek, mert amiket eddig beharangoztak, ugyanis valaki a 19. században lerajzolta ezt, és itt ezeket a horpadás, hát igaz, az eredetiben látnák, biztosan látnák, hogy ott nincsenek szívek, de még szerintem így is látható, hogy ezek nem szívek, és senki szívecskéket rajzolt. És ez valahogy fölment a netre, és óriási hatással lehetett a még nem is látott film alkotóira, mert amit bemutattak eddig a filmből, ilyen ruhákban meg zászlókkal rohangálnak. Arról mindegy, hagyjuk, tehát ennyit. Ja. E, igen, és ez egyébként az is nagyon érdekes, hogy... Tehát igazából nem tudom, hogy amikor lerajzolunk egy, egy, egy címet, akkor miért nem tudunk pontosan rajzolni, mert olyan címer is van, hogy ez a szegény oroszlán, ez, ez, a heraldikai balra néz, márpedig itt van gondolat a művész részéről, ugye itt van egy egyensúly, ez a tengely. Itt már nincsen hely, hogy még berakja a két oroszlánt, meg, meg a pajzsot. Mi történik? Van egy oroszlán, amely elmozdul a heraldikai bal felé, de visszanéz jobbra, és itt a, ezen a felvételen annyira nem látszik eredetiben jobban, vagy ha tudnánk nagyítani, akkor látnánk, hogy még az oroszlánnak a farkait visszakanyarodik. Tehát egyensúlyt teremt ez az alsó oroszlán. És nagyon sok ábrázolásban ezt nem is mutatják. Elrajzolják, nem tudom, vagy figyelmetlenek, ez csak azért fontos, mert annyira azt beírjuk, hogy aranyból a kép ezred hogy kapunk, és a grafikai ábrázolások egy része, vagy még a kőbevésetek között is vannak e tekintetben hibásak. Ez egy rendkívül jól ö, magas minőségen elkészített pecsét. Ö, Takács Imre, az ELTE Művészettörténeti tanszékének vezetője szerint ez egy francia hatású pecsét lehet, vagy legalábbis esetleg francia mester műve, ami azért sem elképzelhetetlen, hiszen ö, Ekkoriban ugye Esztergomban volt egy erős úgynevezett latin jelenlét. Tudjuk azt, hogy a franciai királyi udvarral szoros volt a kapcsolat, mind harmadik Béla, mind második András révén. Tehát a feltételezés, hogy esetleg egy Esztergomban élő latin, így fogalmazok gyűjtőnéven, mester készítette volna egyáltalán nem elképzelhetetlen. Apjának más, harmadik Bélának a pecsétjétől, művészi színvonalban messze előtt, és fölülmúlja a bátyájét is, Imréjét is. És most lépjünk tovább. És ez azért érdekes, rakjad be, a, még, egy, még egyet, igen. igen. Köszönöm szépen. És ez azért érdekes, mert itt látjuk az említett három aranypecsétet, ez itt Imrének, a bátynak a, 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 az arca, a pecsét, az aranypecséten ez Andrásnak az arca az aranypecséten, ez pedig negyedik bélának az arca az aranypecséten. Ebből látszik, hogy a kidolgozottság tekintetében Andrássé a legjobb, de még egy, egy pár dolog észrevehető, hogy nem egy sémát követnek. Tehát nem arról van szó, hogy rajzolunk egy karikát, rárakunk egy koronát, esetleg a koronáról lefügg még valami, mint harmadik Béla esetében, és akkor ez a király, mert van a kezében jogar meg országalma, nem egy sematikus ábrázolásról van szó, hanem egyéni tettek. Miért? Imre esetében rövid haj, biztosan szakáltalan arc. András esetében már ilyen fülvonalával, vagy az alá lelógó, kimondottan csigás, ilyen bongyorszerű haj. Nagyon érdekes, ahogyan Külön ki van domborítva itt a homlok része, a szemöldökcsont András esetében, egy erős száj, kicsit hegyesebb ö, állal, a negyedik béreláé minőségben a leggyengébb, amelyről nem sok mindent tudunk elmondani, de azt el tudjuk mondani, hogy bérának a haja már majdnem vállig ér, tehát minden esetre a, a nyakvonaláig lemegy, kicsit hullámos haj és nem lehet eldönteni, hogy szakáltalan nem mint a másik kettő. Nálunk van olyan lenyomat, a viaszpecsétből negyedik Béla esetébe, ahol én úgy gondolom, hogy egy szakállas uralkodai arcot látunk. Ez azt jelenti tehát, amit már mondtam, hogy törekedett a pecsétvésnök arra, hogy az ábrázolt uralkodó arcvonásai valamennyire a pecséten megjelenjenek. És menjünk tovább. És az bizonyítható legalábbis olyan időszaktól, amikor már az uralkodóra vonatkozóan hiteles ábrázolásunk van, hogy igenis az á, a pecséteken ábrázolt uralkodók esetében a pecsétvésnök törekedett erre, a, hogy, hogy valamennyire az arcvonások hasonlítsanak. Ugye Károly Róbertet ismerik, hát itt különösen is, a képes kronika ábrázolásából, és itt ha megnézzük itt a hajformát, akkor ugyanezt a hajformát látjuk itt is, és a szakál és a bajusz is megfigyelhető. Ez a viasz pecsétjén Károly Robertnek, amit mi őrzünk, látható nagyon jól. Igen, mehetünk tovább. Zsigmondnál azt gondolom, hogy nem is kell különösebben elemezni, hogy az aranybullája Zsigmond másutt is látható ábrázolásaival, teljesen megegyezik, tehát igenis a pecsétvésnök olyan szakállat akart, amilyen Zsigmondnak van, nem egy egyen a hajviselet is, és a korona, és az a többi részleteiben is egyezik a, a festménnyel. Mehetünk. Mátyást is ugyanígy elmondhatjuk, ez Mátyás aranybulláján, ami szintén nálunk található készült kép, hát az orra egy kicsit szegénynek benyomódott, de itt is látjuk, hogy a fő barcvonások megjelenítésére törekedett a a vésnök, igen. És itt végül, hát kvázi a középkort lezárva, Ferdinánd esetében megfigyelhető ugyanez a haj, ez a nagyon egyenesre vágott haj, ez a rendkívül erős száj, ami a képen is visszaköszön, és ebből azt gondolom, hogy nyugodtan összegezhetjük abba, hogy igenis a középkorban legalábbis bizonyíthatóan a, a tizenképpel, negyedik század elejétől egyéb ábrázolásokkal összevetve a pecsétvésnökök törekedtek arra, hogy az uralkodó arcát a pecséten valamennyire megjelenítsék a valósághoz közel álló vonásokkal. És András esetében szerintem ez most érdekes és elgondolkodtató. Menjünk tovább. Ugyanis a Bambergi lovas látjuk, ez az arc nagyon emlékeztet bennünket a Bambergi lovas arcára. Menjünk, menjünk, egyet. Igen, és még egy. Köszönöm. Ez a szobor második András uralkodása alatt készült Bambergben. A szobrot nem más, mint Egbert, Bambergi püspök, második András sógora állítatta. Aki nem is keveset köszönhetett a sógorának, ugyanis Egbert palotájában, a Bambergi püspöki palotában gyilkolták meg Schwab Fülöp Német-római királyt. És hát elég logikus következtetés, hogy a püspök palotájában meggyilkolni úgy egy uralkodott, hogy arról a püspök nem tudott, hát az úgy, úgy furcsa. Úgyhogy Egbert nem várta meg, míg kivizsgálják az ügyét, és gyorsan a Sógorhoz szaladt szép hazánkba, aki nagy örömmel fogadta a Sógorát, és Poprát környékén nagy birtokokkal meg is adományozta. S utána közben járt, hogy Egbert tisztázhassa magát, és a birodalmi átkot végül föloldották, és ezután térhetett vissza csak Bambergbe. Miután ugye 1213-ban meggyilkolják Gertrudot, Egbert testvérét, András első feleségét, Mondhatni a rokoni szálak megszakadnak, és mégis négy évvel később, 1217-ben Egbert visszatér Magyarországra, hogy utána Andrással együtt elmenjen a Szentföldre. Már nincsenek rokoni kapcsolatok. Ha csak nincsen ő benne egy olyan személyes hála, vagy egy olyan most már baráti viszony, ami a megszakadt rokoni tovább élteti, és elmegy az ekkori sógorával a Szentföldre. Elég messze követte. A német művészettörténeti írás egyetért abban, hogy ez a, püs, ez a szobor egyértelműen Egbert püspökségének időszakában keletkezett, ugyanis ekkor építik át a Bambergi Székesegyházat, és azt még Egbert szentelte föl, aki 1237-ben, tehát két évvel András után halt meg. Magát a, a szobor keletkezését a művészettörténetírás 1220 környékére teszi. És maga a német művészettörténetírás is felveti azt, hogy ezt a szobrot talán azért állítatta Egbert, hogy ezáltal a háláját kifejezze András felé. És miért Szent István? És ez sem véletlen, mert hogy Bambergben nagyon erős a Szent István tisztelet, és ez pontosan a liturgikus tiszteleten, a fennmaradt liturgikus könyveken keresztül mutatható ki, mert már 12. századi liturgikus könyvekben benne van Szent István király ünnepe, tehát hogy azt augusztus 20-án ott megünnepelték. Ö, szeretném azt is elmondani, hogy nem mi magyarok találtuk ki, hogy ez Szent István király, ez a német hagyományban van benne, és érdekes módon, amennyire látom, inkább a két világháború között a náci ideológiák megjelenésével kezdték megkérdőjelezni, hogy ez vajon Szent István magyar király lehet-e. Azt gondolom, nagyon kérdőjeles, hogy, hogy ha nem a liturgikus tiszteletből indulunk ki, akkor hogy jutna eszébe azért Magyarországtól viszonylag távol valakinek a német hagyomány, hogy elnevezzen egy magyar uralkodóról, bárkiről lehetne a püspökséget alapító második Henrik császáról, a templomot építető második Henrik császáról. Bárki lehetne. Maguk a németek mondják, hogy ez nem második Henrik, mert Henriknek másút van egy szobra a székesegyházon. És mi az érdekes? Hogy második Henrik német római császár a püspökség alapító és templom építető Bambergben, szintén Szent Istvánnak a sógora, és a Bambergi püspökség alapító levelében és a Bambergi Székesegyház alapító levelében, amely fennmaradt, benne van Aztrik a magyarok érseke, akiben nem mást gondolunk és tisztelünk, mint Aztrik Esztergomi érseket. Tehát Bamberg és Magyarország között megvan a kapcsolat. Ha oda elmegy és egy alapító a magyarok érsekét felsorolják, akkor feltételezhetően ő ott egyfajta diplomáciai küldetést is teljesít. Azt gondoljuk talán, hogy Szent István király, akiről tudjuk, hogy a külföldi egyházakat is bőkezén dotálta, üres kézzel odaküldi a követét, hogy na barátom, menjél el, mondd meg, hogy üdvözlöm a Henriket, a sógoromat, és aztán mondd meg, hogy imádkozunk, hogy fölépjen a székesegyház. Elképzelhetetlen, hogy valami komoly adományt ne vitt volna magával, ezzel megalapozva azt a tiszteletet, amelyben Szent Istvánt kimutathatóan a 12. századtól részesítették, és ennek lehetett az a kicsúcsosodása, szintén egy személyes érintettség okán Egbert esetében, hogy akkor, ha már az András ilyen jó volt hozzám, akkor én megtisztelem őt, mint magyar királyt, hogy az első magyar királynak, az ő elődjének egy szobrot állítatok, amit, akit itt amúgy is augusztus 20-án a liturgikus könyvek szerint megünneplünk. Ez eddig a német szakirodalomban benne van. Nem mondtam ezzel újat. Az új csak annyi, amit elmondtam, hogy a pecsétek törekednek arra, törekedhetnek arra, hogy az uralkodó és a, a pecsét ábrázolás között hasonlóságot mutassanak ki. Én azt gondolom, hogy itt annyi stílus ha forgathatnánk, itt is kijönnek nagyon jól a homlok, erős homlokvonalak, az erősebb száj, a viszonylag hegyes áll, a hullámos haj, nagyjából a haj vonala is timmel, hogy nem zárható ki, hogy akkor, mint ahogyan erre a művészettörténetben van példa, akkor azt a Szent Istvánt, akinek a tiszteletére emelik ezt a szobrot, arról az uralkodó mintázzák meg, aki akkor éppen Magyarországon uralkodik, és az nem más, mint második András. Ezt bizonyítani nem tudom ez egy elmélet. De azt gondolom, hogy ennek az elméletnek vannak biztos pontjai, és az már a pecsét alapján is mindenképpen bizonyítható, hogy azzal a fiktív ábrázolással, amivel az uralkodót a későbbi korok felruházzák egy öreg, szakállas valaki, szakíthatunk egy korabeli, a pecsét ábrázolás alapján, hogy igenis egy fiatal, mindenképpen szakáltalan, mert az Aranyból a filmben szintén majd egy öreg szakálos embert fogunk látni lépelénk, aki, és hogyha vissza, egy pillanatra visszamegyünk a szoborra, akkor aki, akit lovagnak neveltek, mert az ő feladata az volt, hogy az imre uralkodjon, ő pedig menjen el a Szentföldre, és apjának, harmadik Bélának a fogadását teljesítse, hogy ott harcoljon. Őt lovagnak és katonának nevelték. Egy ilyen királyt látunk itt az én fejembe valahogy külsőleg egy ilyen András kép fogalmazódik meg. Hát mindezeket lehet leszűrni egy oklevélből, egy pecsétből, de én a továbbiakat nem folytatnám, mert hosszú még az este, és szerintem mindenki szeretne azért haza is jutni. De ha az elhangzottak alapján bárkiben kérdés fogalmazódott volna meg, és ha tudok, nagyon szívesen válaszolok rá. Köszönjük szépen. Köszönjük. Mm-mm-mm. <clears throat>